következő témánk ugyanígy egy másik blokk a következő 20 percben, a másik technológia. Mobil. Az a mobil technológia, amelynek a jelenét már tudjuk. Menjünk vissza egy picit, milyen volt a múltja. És nagyon örülök, ha el tudott hozzánk jönni Sugár András, nem hiszem, hogy be kell mutatni, és Istvánfi Miklós lesz, aki a partnere ebben az időszakban. Legyetek szívesek, és emlékezzetek! Hát szeretettel köszöntünk mi is mindenkit, akik most eljöttek és érdeklődnek a Ericsson múltja iránt, meg a jelene iránt is, hiszen arról is lesz majd ma szó. Ugye a címlapon az szerepel, hogy 1992-től, de valójában ahhoz, hogy erről beszélgessünk, tulajdonképpen érdemes egy kicsit visszamenni, hiszen az Ericsson és a Vestel között a kapcsolat, ugye milyen fontos szó, ez a kapcsolat, ez jóval hamarabb létrejött. Ugye a Vestel Rádiótelefon Kft. Az már korábban megalakult, 1990. októberében kereskedelmi szolgáltatás indult el, amikor ugye láttuk, hogy az Ericsson Magyarország az csak 2 hónappal később lett bejegyezve. András, te valamikor 91-ben vetted át a... 91 nyarán, igen. Nyarán vetted át a cégirányítást, és itt erre az alkalomra készülve sokat beszélgettünk Andrással a múltról, és te elmondtad, hogy igen nehéz körülmények között vetted át, hiszen akkor még alig volt ügyfél, nagyon drága volt a szolgáltatás, ráadásul egy nagy adósság a szállítót felé. Igen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy 25 év távlatából egy kicsit emlékezhetünk arra, hogy hát hogy is volt a kezdet kezdetén, és azt hiszem mindnyájunk számára illik megköszönni egy embernek mindenképpen, Pete Jóskának, aki ezt az egészet kitaposta, mert bár tiszteletlenség arról beszélni, hogy ez hogy történt, de mégis a történeti hűségére elmondom, hogy ő volt az, aki már a 89 előtt megpróbált minden kapcsolatot megmozgatni, és a Köteles Zolihoz is elment, aki az Orionnak volt a vezérigazgatója, és az a budapesti első titkár volt, és elmondta, hogy hát szeretné, hogyha támogatná a párt azt, hogy Magyarországon meginduljon a mobil távközlés fejlesztése, és állítólag, és ezt a Jóska mesélte nekem, hogy a Köteles azt kérdezte tőle, hogy Józsikám, nagy tökönrúgás jár ezért? És azt mondta, hogy nem, ez nagyszerű dolog lesz. Azt mondja, jó, hát akkor csináljátok. Ez csak azért fontos elmondani, mert ha valaki azt hiszi, hogy a politikának nem volt befolyása ezekre a fejlesztésre, az téved, de szerencsés volt ez az összeállítás, mert a Jóska akkor is és utána is, mikor kellett keresni a partnert, sikerült New Yorkba összejönni a US Vestel, akik szintén partnert jöttek keresni. Ők Denverből keletre, Jóska Budapestről nyugatra indult, és hát kis támogatásokkal létrejött valóban, hogy 89. december 5-én aláírásra került az első vegyesvállalati szerződés. A Matáv és a US West között 10 millió forintos alaptőkével. Én beszálltam volna. Tehát igaz, nem kérdezte senki, de a lényeg az, hogy valóban elő volt készítve sok minden, ami miatt 90. október 15-én elindult a kereskedelmi szolgáltatás, és hát mivel hogy ez egyetlen nagy állomás volt a Jánoshegyen, először mindenki csodálkozott, hogy milyen fantasztikus ellátás van. Később aztán, mikor cellákat kellett építeni a Jánoshegy köré, akkor már előjött az, hogy szídnak is minket, mert hol jó volt az ellátottság, hol nem. És hát főleg azért, hogy rengeteget kellett építkezni, és ezért beleakadtunk egy ilyen 10 millió dolláros szállítói ki nem fizetett kölcsönbe. Amikor engem ugye Horváth Pali támogatásával megválasztott a US West a vezérigazgatónak, és nagyon érdekes volt számomra, mert mindegyik azt kérdezte, hogy értek-e a mobil távközléshez, vagy nem,
hanem tudsz-e pénzt szerezni. Ugye ez volt az egyedüli dolog, hogy tudsz-e pénzt szerezni, mert a magyar bankrendszer nem tartotta a mobil távközlést perspektívikusnak, így 10 millió dollárt nem lehetett leakasztani, és akkor jött ugye a régi ismerősöm és barátom, a Róna Péter, aki megjelent akkor az első magyar-amerikai alappal, és azt hiszem 100 millió vagy 90 millió dolláros lehetőséggel, fejlesztési pénzzel. És akkor mondtam a Péternek, hogy hát kellene nekünk kihasítani ebből egy 10-est, mert itt nagy tartozásban, és a Mazzarnamónak megígértem, hogy szeptemberek ki fogjuk fizetni. És azt mondta, hogy hát mi nem bank vagyunk, úgyhogy András, csak egy ilyen subordinated hitelt tudunk adni, ami azt jelenti, hogy kamatozik is, meg hát a nyereségen valamilyen módon osztozkodunk is, úgyhogy végül is a US West és a Matáv is belement, és így tényleg Mazzarnamo szeptember végén megkapta a 10 millió dollárt, de hát ezzel nem volt vége a dolognak. Igen, aztán végül az üzlet az mozgásba jött, elindult a Vestel 450, és lett vagy 100 ezer ügyfeletek, és utána közben a kokon tovább enyhült, kiírhatta a kormányzat a következő spektrumér a licenszet, a GSM licenszet, és akkora egy új cég született. Itt látszik egy, valószínűleg a kép, amit ott a háttérben lehet látni, az az első szerződésnek az aláírása a cégeink között. Itt azonban volt egy üzemelés a 450-es frekvencián, és egy új céget kellett létrehozni. Hogy hoztátok létre ugyanezen az alapon a leányát ennek a cégnek? Hát elindult ugye a testvérháború, mert hát akkor már ugye a kis Vestel, a Rádiótelefon Kft., már vidáman élt és dolgozott, és ilyen szempontból mi meg épp akkor kezdtük, hát a tender nyerés volt augusztus 25-én, ha jól emlékszem, és hát meg kellett alakítani a céget, aminek a neve Vestel 900 lett. És elmentünk a Margit-szigeti nagyszállóba, és a menedzsment összejött, és mondtam a Winkler Jánosnak, mert ő volt kijelölt vezérigazgatója a későbbiek során a Rádiótelefon Kft.-nek, hogy Jánoskám, te vagy nehezebb helyzetben, akkor most a társaságból válasszál először te, hogy kivel akarsz dolgozni. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor jöjjön a Langsteiner Marian, és akkor én meg azt mondtam, hogy jöjjön hozzám a Bodnár Zsiga. És elkezdtük azt a társaságot, aki olyan 40 fő volt, elosztottuk két fele. Akkor még nem is tudtuk, hogy ez mennyire kemény dolog később így testvérháborúba fejleszteni és menni a piacra, de hát végül is sikeres lett. Hát aztán gyorsan történtek az események. Már decemberben létrejött, felépült a teszthálózat, és aztán március legvégén pedig be is indult a kereskedelmi szolgáltatás. Ahogy a város szíve feldobog, és jó reggelt kívánnak a fák. Egyre csak arra gondolok, mi lenne velünk egymás nélkül. Már 15 perce, hogy nem beszéltünk, de érzem, hogy az egyedül létből nem lesz magány, mert tudom, hogy hívni fogsz. A kapcsolat. Vestel 900 GSM. Hát ezek szép, szép művészi alkotások voltak, és azt hiszem, hogy 96-ban elértük azt, hogy a két cég egyforma ügyfélszámmal dolgozott, és hát továbbra is persze a dúlt a testvérháború, hogy kié lesz a hálózat, kié lesz a disztribúció, ki fogja vezetni igazán a céget. Hát ez világos volt számunkra, hogy ez nem lehet más, csak a nagyobb dinamikával fejlődő Vestel 900, és így tulajdonképpen szépen lecsendesedett a vihar körülöttünk, főpapi segítséggel természetesen. Ugye az első üzleti terv arról szólt, hogy majd 2000-re eléritek a 200 ezeres ügyfélszámot, ami aztán nem egészen úgy valósult meg, sőt a hálózatot tulajdonképpen fél év után már bővíteni kellett,
De nehéz volt kapacitást találni, ugye? Igen, ugye a Tremmel Jánossal beszélgetünk arról, hogy milyen kapacitások állnak rendelkezésre, hogy ha egy kicsit gyorsabban meglökjük a piacot, és emlékszem, a Kaposvár utca elején álltunk mind a ketten, és azt mondta János, hogy András, lógni fogunk. Itt hagyj hozzak egy adatot, ne haragudjatok, hogy 92-ben a világban összesen 15,2 millió előfizető volt, és jellemző a dologra, hogy ebből 6,1 millió Ericsson. Tehát ennyire erős volt már ebben a pillanatban a világban az Ericsson. És ekkor a második a Motorola, aztán az AT&T, NEC, Norton Telecom, Siemens és Nokia. A felsoroltakból emlékeznek rá, hogy hol van a jó pár ma? Na hát az lényeg az, hogy tulajdonképpen ez előrevetítette, hogy nagyon gyorsan kell kapacitást fejleszteni, és ezért a Mácz Árnámot természetesen fölhívtam, aki régi barát volt, hisz kifizettük a 10 millió dollárt, úgyhogy erre pedig ő emlékezett, és mondtuk, hogy legjobb, hogyha a következő központot, amit Horvátország kapott volna, Hamburgból egyenesen a Székesfehérvárra volna szíves irányítani. És tulajdonképpen ez megmentette a helyzetet, és hát kis nehézségek árán, ami a jelzésrendszerek összekapcsolását illeti, kicsit másképpen volt beállítva, de gyakorlatilag az első nap fáradtságos munkája után túltettük ezen magunkat, és már két központtal rendelkeztünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagy előrelépés volt. És akkor 2000-ben elértétek az 1 millió ügyfelet, az egy óriási mérföldkő, tulajdonképpen ötször annyi, mint ahogy tervezve volt ebben az időszakra. Aztán jöttek, gyakorlatilag innen jöttek a milliós évek, vagy a milliómos évek, ha úgy tetszik. 2001-ben már a 2 millió előfizetőt ünnepeltük közösen, 2002-ben már a 3 milliót, és mire a Vestel 10 éves lett 2003-ban, itt látható a mi születésnapi köszöntő kampányunknak a képe, addigra már túl volt a 3 millión a Vestel. De most ugorjunk egy kicsit vissza az időben, 2 évet, 2001-re. 2001-ben egy fiatal svéd vezető érkezett az Ericsson Magyarországhoz, és hát úgy meglátogatta az összes ügyfelet, elmentünk Andráshoz is, és ez a fiatal úriember, Staffan Persson, egy érdekes ajánlattal lepett meg titeket. Igen, hát a Stefant imádtuk, és ő volt egy óriás bébi, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a legfontosabb volt számunkra, hogy a követő technológiából lépjünk előre, és vezető technológiai hatalommá váljunk, és ilyen szempontból rengeteget dolgoztunk azon, ha megemlítem azt, hogy a JESS, ugye a számlázási és ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése volt az egyik ilyen, ami a 200 fős informatikai szoftverházunknak az eredménye és Szűcs Jóska vezetésével. Mai napig nem tudja a MATÁV mellőzni ezt a rendszert. Tehát ilyen szempontból hatalmas fejlesztési eredmény volt. És hát megcsillant előttünk a lehetőség többek között, hogy esetleg egészen élre ugorhatnánk, hogyha képküldéssel is foglalkozni tudnánk. És hát tulajdonképpen ez volt a javaslat lényege. Mindez történt 2001 kora őszén a új vezérigazgatói tanácsteremben, és ahhoz képest 2002. április 19-én hatalmas érdeklődés mellett, a Gundelben volt az a sajtótájékoztató, bejelentettük, hogy közösen, mármint úgy, hogy a Vestel jelentette be a szolgáltatást, az Ericssonnal, mint szállítóval az MMS szolgáltatás világon elsőként való elindulását. Megszületett. Általa teljesebbé válik az életünk. A Vestel forradalmian új MMS szolgáltatásával mostantól ablakot nyithat a világra, és fényképekben is megoszthatja élményeit másokkal. Meglátja. Egy kép felér 1000 szóval. Vestel. A kapcsolat.
Azt hiszem, hogy Stefan Perssonnak sokat köszönhetünk. Nem volt egyszerű neki ezt elintézni, csak úgy, mint nekem. De azt hiszem, hogy ez egy olyan befektetés volt, amivel mindenképpen fölhívtuk a világ figyelmét arra, hogy Magyarországon valami különleges fejlesztés folyik, és egy nappal korábban próbálta a Vodafone bejelenteni, hogy ők az elsők a világon, mert Kínába, egy eldugott kis faluba már bemutatták a képküldést, de ezt senki se hitt el. Itt viszont a képeken lehet látni, hogy akkoriban ilyen kékszínű tortának nagy volt a keletje. A jobb oldalon a Ericsson team látható, nagyon fontos, mert nagyon büszkék vagyunk erre a csapatra, aki ezt létrehozta. Nem tudom, van-e itt valaki a teremből, aki felismeri magát? Regisztrálni regisztrált, az biztos. Ez az egész esemény borzasztó nagy figyelmet kapott, nemzetközi figyelmet, úgyhogy 2002-ben több száz külföldi szakértő jelent meg Budapesten, ahol egy multimédia messaging fórumot is tartottunk, ahol ott is András és mellette Stefan látható. Itt kell egy pillanatra közbeszóljak, hogy amikor 2002-ben én abba hagytam a vezérigazgatóságot, akkor én el akartam menni, és akkor az volt az, hogy azért mégse menjek el, és ennek egy feltétele volt, hogy én kiválaszthassam az utódomat. Én kiválasztottam, és maradtam elnökként, és jellemző rá, hogy amikor ő elhagyta jó pár év múlva az Ericssont, akkor kért tőlem a képeimből egyet. Ő tegnap este az alábbi üzenetet küldte, és vigyázott arra, hogy ott legyen a falon ez a kép. Hello, ETH. Beloved ETH. Dear Ispan, I was so happy when you asked me to say a few words about a memory from my time in Budapest. There's only one problem. I cannot say a few words, and I can definitely not choose one memory. So let me put it like this instead. I am extremely grateful for getting to be part of the history of ETH. The spirit that you have in this company is tremendous. It is a true win-win spirit between the company and the employees, and between the company and the customer. Dear András, the things we learned from you, from your team, Wolfgang Engler and all of these guys, it was true partnership. And it's something that I brought with me all the time when I went to work in other places around the world. I must say that that is maybe the best memory I have, the spirit we have between T-Mobile Hungary and ETH. Now, I must say that if I look back on the time that I spent in Hungary, it was as a country, Budapest as a city, and ETH as a company, they were all the best time for me. So again, dear Ispan, I am extremely grateful that you let me be part of this history with ETH, and that you let me be part of the company and get to know all these nice people. I wish you a great celebration, all of you at ETH, and I really, really hope that we soon see each other. Viszontlátásra! ETH az azt jelenti, hogy az Ericsson Magyarország. És Stefan Persson. Szóval a történetben 2002-ben tartunk, és akkor már elindult a 3G-nek a promóciója. Itt egy apró kép látható, ahol amikor a Laborc utcába egy mintarendszert állítottunk föl, és már akkor ki lehetett próbálni ezt a technológiát, az új technológiát a sok-sok ígéretével. 2004-ben, de akkor már T-Mobile-nak hívtak benneteket, András, és akkora lett licenc. Viszont akkoriban a Deutsche Telekom befolyás is egyre inkább kezdett erősödni, úgyhogy amikor itt kezdtük puhatolni, hogy is lesz ez a 3G-vel, és hogy milyen lehetőségeink lesznek, akkor a szakértők azzal a izgalmas, számunkra kevésbé izgalmas hírekkel jöttek, hogy hát számukra az a mondás, hogy ők választhatnak a Siemens és a Nokia között. Hát ezt mi, mint a GSM rendszernek a szállítói, elég nehéz szívvel hallottuk, és hát igyekeztünk mutatni magunkat, hogy hát hogy azért mégis valahogy jó lenne, ha mi is megmérethetnénk magunkat. Igen, hát szerencsénk volt, mert a Deutsche Telekom vitt minket ilyen
külföldi egyetemi fejtágítókra, és ott nagyon jól összehaverkodtam a Hamida Kavannal, aki akkor volt a Deutsche Telekomnak a műszaki vezetője, és mivel, hogy amerikai ember, joggal mondtam neki, hogy te Hamid, hát legalább annyit meg kéne engedni, hogy a kedvező árpozícióig elérése érdekében azért az Ericssont is engedjétek be, még akkor is, hogyha van egy központi döntésetek, hogy ez csak Nokia és Siemens lehet. Hamid ezt megengedte, és az Ericsson bejött, és akkor a Stefan Parsonnak, még emlékszem egy augusztus 20-ai tűzijáték alkalmával mondtam, hogy Stefan, most el van intézve, jöhettek, de mondom, nincs ilyen tekli-mekli, hogy majd adunk egy ajánlatot, aztán majd engedünk belőle, hanem egyből tett ki az asztalra a véglegeset, és jól pofán vágott mindenkit, és akkor meg fogjátok nyerni. És ezt el is hitte, és meg is nyertétek. Itt néhány kép látszik a tenderbeadás utolsó pillanatairól, ahogy az utolsó simításokat végezzük a beadandó tenderanyagon, aztán szépen beraktuk a dobozokba, elvittük, még látszik is, hogy egy ilyen kis guduló kocsim, mert ez a két faláda igen nehéz volt, még elég sok mindent kellett papíron beadni. Aztán Harmad Zsuzsa, a T-Mobile beszerzési igazgatója kibontja, és örömmel átvette az anyagot. Ez ugye októberben történt, a tendert azt szeptember közepén írta ki a T-Mobile, és azért a procedúra lefolytatására azért elképesztően gyors folyamat volt. Ugyan még két ajánlatot be kellett adni, és mindegyikbe a legjobbnak kellett bizonyulnunk, hogy a Deutsche Telekom elhiggye, hogy oké, akkor érdemes lesz az Ericsson behozni a csoportba 3G-s beszállítónak. De az eredményhirdetés az már megtörtént karácsony előtt, és január 24-én 2005-ben András irodájában megtörtént a szerződés aláírása. És azért meg kell mondani, hogy a Wolfgang Engler, aki műszaki vezérhelyettes volt, se feküdt keresztbe. Tehát ilyen szempontból sok embernek köszönhetjük, de a végeredmény természetesen az, hogy az Ericsson volt a szállító, nem csak ennek, hanem a következő generációnak is. Utána alig fél évvel elindult a kereskedelmi szolgáltatás, és hogy mi lett ennek az egésznek a következménye, az nagyon érdekes. Ugyanis a korábbi elvárás az volt, hogy Siemens vagy Nokia. És mi történt az eredményhirdetés után alig egy évvel? A Siemens és a Nokia bejelentette, hogy ők most össze fognak olvadni, és nem sokára létre is jött a Nokia Siemens Networks cég, vagyis a Deutsche Telekom ott állt volna egy szállítóval, hogyha a T-Mobile Magyarországon keresztül az Ericssonnak nem sikerült volna bekerülni a szállítói listára. És ugye a magyar szerződés után nem sokkal több zászló is fölkerülhetett itt a Deutsche Telekom csoporton belüli szolgáltatókról beszélünk, ott különösképpen az amerikainak van nagy jelentősége, hogy utána oda is bekerülhettünk. Talán egy kis összegzés itt a legvégén, már mi is túlléptük, úgyhogy elnézést ezért. De ugye ez a kapcsolat tényleg egy olyan lehetőség volt, amiben és egy olyan környezet volt, ahol látható volt az elkötelezettség mind a két részről, hogy mi ezt sikerre akarjuk vinni a dolgokat. A profi szakembergárda mind a két oldalon, a nyitottság az innovációra, én nekem nagyon fontos volt látni azt a kockázatvállalást, mert például az MMS-be beleugrani, az egy kockázatvállalás volt, és milyen sikert hozott. Meg volt a bizalom, és tulajdonképpen ezek a gyors döntések mind-mind azt segítették elő, hogy ezt a matematikát tudtam fölírni, hogy Vestel plusz Ericsson egyenlő siker. Úgyhogy Andástól még egy záró gondolatot, ne hallgassuk végig, mert már túl vagyunk az időn. Azt szeretném mondani, hogy mindezt megtettük kompromisszumok nélkül és teljesen transzparensen. Tehát a tulajdonosok elég erősek lettek volna, ha meg akartak volna minket valahol fogni.
nem tudtak, transzparensek voltunk, jó ügyek mellé álltunk, és sikerre vettük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Uraim, köszönjük szépen. Köszönjük. András, külön köszönjük, hogy köszönjük. Voltál szíves elfáradni. Köszönjük szépen, Miklós. Ezt kérem szépen. Ugye megint arról volt szó, hogy mennyire tisztán működik egy cég, vagy mennyire számít az, hogyha trükkök vagy szabálykerülések nélküli kényszeríti a cégnek a működését, versenyképességét.